Mielőtt utána járunk, el fog-e ázni a húsvéti nyúl vagy sem, tekintsük át az elmúlt napok legfontosabb időjárási történéseit. Hazánkban szerencsére nem történt említésre méltó esemény a légkörben. Nem így volt ez tőlünk délre. Afrikából nagy mennyiségű por érkezett a mediterrán országokba. Főleg a görög szigetvilágból, kiemelten Krétáról érkeztek meghökkentő képek arról, hogyan festette narancssárgára az eget a homok, és miért volt szükség napközben is közvilágításra. Mi áll a szaharai por Európába szállítódása hátterében? Olyan ciklonokról, úgynevezett leszakadó hidegörvényekről van szó, melyek a szokásosnál jóval délebre sodródnak, és szinte valósággal felkapják a sivatagban található homokot. Ez aztán igen nagy távolságot is bejárhat. Modell animációnkon piros színezéssel láthatjuk, ahogy a szennyeződés egészen a Kaukázusig eljutott, és sok helyen egyébként nem pirosra, hanem narancssárgára festette a havat, ahogy ezen a havasalföldet ábrázoló műholdképen is látszik. Ezúttal tehát a közismert szólás módosításra szorul. Most pedig nézzük, milyen idő vár ránk itthon, főleg húsvét idején. Pénteken az erősen felhőség mellett kevés helyen számíthatunk záporra, ami viszont kiemelendő, hogy délkeleten akár a 20 fokot is elérheti a hőmérséklet. Szombaton újra vastagabb felhők érkeznek, országos esőre, sőt több helyen villámlásra, azaz zivatarra is van esély. Ennek ellenére ezen a napon, ugyancsak délkeleten, már 21 fok is lehet. Április 1-én sem fog tréfálni az időjárás. Viharos széllökések kíséretében újból esővel indul a nap, visszaesik a hőmérséklet, de estére várhatóan mindenhol megszűnik a csapadék. Húsvét hétfőn is erős lesz a szél, viszont úgy tűnik, nem fogunk elázni, legalábbis ami a csapadékot illeti. A jövő hét további napjaiban fokozatos melegedésre, valamint hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, a csapadék valószínűsége pedig a korábbiakhoz képest jóval csekélyebbnek mondható. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk kellemes húsvéti ünnepeket!